Három tojás, elég a három tojás. Jó, jó, hát a bors, úgy, ahogy tanultuk, hoppá, megint lejön az egésznek a teteje aztán. Jó, hopp, egy kis tojás. Hé, marad benne, mindegy. Annyi kosz kell a szervezetnek. Na, mizu van. Kedves Rebeka, küldöm a tegnap készült képeket. Mi ez? De ügyes vagy, kicsikém, csinálod a reggeli. Uh-huh. Hát ott profi vagyok. Kell segíteni? Só, bors, valami? Most ez van már benne rendesen. Akkor eddig kipakolom. Megköszönném. Figyelj már, tudod, mit akartam kérdezni? A tegnapi karolás vásárlásodról. Semmit nem meséltél, nem vásároltál. Mi történt? Semmi, igazából tök jól érezzük magunkat, voltunk két plázába, de hát vége van már a leárazásoknak. És máshol aztán nem is voltak. Nem, mert tudod, kinéztem egy valamit, és nem tudtam azt megvenni, úgyhogy aztán nem. És ennyi volt? Aha. Figyelj már, akkor ezt légy szíves, magyarázd már meg nekem, most jött a laptopodra is, elnyitottam. Hogy ez így mi? Voltam egy plasztikai sebésznél. Hol, a plázába? Azt mondtad, két plázába voltál. Ez az, amiről beszéltünk? Ez egy orrműtétnek a felrajzolása, és azért nem mondtam el, mert tudtam, hogy így fogsz rá reagálni, pedig annyiszor elmondtam már, hogy... De szívem, tudod, hogy nem szeretném. Én így szeretlek, ahogy vagy, nagyon szép vagy, nem kell megcsináltasd az orrodat. De Bence, én meg szeretném, mert zavar. Na figyelj, mutatom, nem tudom, láttál-e már ilyeneket? Figyelj! Ilyeneket akarsz te tényleg? De te most ezzel jössz nekem komolyan? Igen. Vannak műtétek, amik nem sikerülnek jól. Érted? És nem lesznek szépek az orrok. Ez kell neked? Szerinted hány műtét sikerül ilyen rosszul? Szívem, nem tudom, hogy hány, de mi tudod, van, hogyha milyen pont nálad... jó dokihoz mentem? De mi van, hogyha pont nálad rontja el? Nyilván, szép majd pont így, az enyém fog. Szép vagy így, nem kell megcsinálni. De Bence, ez az én orrom, és engem zavar. És meg szeretném csináltatni, úgyhogy nem akarok erről most beszélni. Jó, én ezt most nem zártuk ezt még le. De! Elősöleg már feltapadott a szél időkre. Ahogy akarsz tudni, valami kezdődik zöld, mert mondjuk... De... Hát nem, én mutatom, merre kell menni, hozd csak nyugodtan rád szírt. Te kérem úgy, kérlek szépen, mondtam már, na. Mit mondtál? Hát, hogy menjetek úgy, hogy legyen normális. Akkor segítsél, kérlek, közül azt a hozzad. Majd aztán megmutatom, segítek. Kommenteket olvastátok az Insta posztok alatt? Miért? Hát, mert olvastam valami ilyeneket, hogy a levegő vibrál köztetek. Hogy ezzel úgy mizul? Csak a levegő vibrál. Mondtad, hogy tegnap este ittatok, de hogy együtt? Undorító. Hallod? Várj, meg kifújnám az orrom, megfogad egy kicsit? Meg persze, de... Alakulgatunk. Jó, megyünk? Fel? Igen, szívem, megyünk. Gyertek már! Hát de nem fújjad ki az orrom? Nem! De most, ha nem mondom, merre kell akkor mondani, megfogod. Én még ezt a szart is oda. De tudod, hogy merre kell menni? Nem. Jó, akkor menjél. Na. Kicsikém. Merem. Merem. Kussolj! Mondjad. Nem. Urinő, mondjad, merre kell menni, ha már így átvettem. Hát... Amúgy hallja, arra gondoltam, hogy oda fel lehetne tenni. Nem. What? Felmenjünk? De hogy? Hát... Dominik Pókember invázió. Nem, Pókember. Köszönjük szépen, Karola. Le fogom ejteni? Nem fogom lejteni. Na, a kérdés az, hogy egyébként hogy fogunk feljutni, mert amúgy tudom, hogy van lift, sőt három is. Vigyük fel liftel, mit szólsz? Valahogy hallom. Befér, max félbe hajtjuk. Hát én biztos nem lépcsőzök. Próbáljátok be. Lássuk, be fog férni? Üh. Hát, jó, ez így, figyelj, tessék. Ne, megtörik, miért? Megtörik a festék. Te mondtad 5 perc, hogy nem lehet. Mondjuk ez jogos. Basz, nem, de most lépcsőzünk fel. De ízélt ki, igen. Vigyázz! Ne fárasszál! Menjetek a lépcsőn! Ez tényleg nem fog befélni, Dominik, várjál! Kicsit hátra bújj! Na, fönn megvárlak, jó? Ja, hogy te liftem! Hallod? Ki ég ez a csaj, te? Ezért még megölök. Tudod, hogy hajtsuk félbe, fiú, gyere! Gyere még, gyere! András! Halló!
vagyok, köszönöm. Szotyi van, testvér! Andrá! Várjá! Na már, erre nincs... András, picit pörögjünk, erre most így nincs időm, mindjárt. Jó? Mindjárt. Figyelj, ide rángasz, úgyhogy tudod, hogy két megbeszélés között vagyok. Na csá, na Mizu. Mondjad, mit szeretnél? Mi? Hm? Hát igazán majd csavart elvinni. Na, mondjad, csavart, miért hívtál ide? Azért, mert szeretnék beszélni, ha kijövök ide hozzá, jó? Jól néz ki. Ugye beszéltük, hogy lehet, hogy belekezdenék egy kis videózásba, YouTube-ozásba. Igen, igen, és a másik, amire gondoltam még, hogy mivel egy boltot vezetek, és én csinálok itt mindent, ezért beszállnék a Broda menedzsmentjébe is. Most ezen mi a vicces? Figyú, tök jól megy a bolt, minden de jó helyen van. De tényleg, de hogy megvan, hogy ezek így ilyenek, meg ilyenek, igen, meg egy menedzsment. Ezekben tud, nagyon jó pénz van ezekben. De jó, nem már. Szerintem menni fog, tényleg menni fog. Te ezt itt vezeted, meg figyelj, ezt azért, igen, meg az a pénzek, meg itt, ez na, mindent ez kicsit már. Nulláról. Nem kell, hagyjuk, figyelj, nem kell segíteni. Jó, tudom mit, beszéljük meg az egészet, komolyabb dolgokat, menjünk fel az irodámba, mert van az is, jó? Ne. De, gyere, menjünk, gyere utána. 10 percen van rád. Jó van. Ez nagyon kellett. Szia, mikor jöttök már? Hát de egy órája jöttünk. Itt vagyok, mi vagyjál meg? Úristen, hallod. Hát elég sokáig tartott. Hát szívedetem, mert ez sok. És miért van megtűrve? Hát ezért hiába jöttetek. Ennyire jöttünk valami. Amúgy igen. Mindegy, jöttek. Hát persze, nyugodtan üljél. Hát csak ott ül. Hát, ráragadtam. És itt kell kimenni? Ja, szerintem. Úgy emlékszem. Jaj! Ez itt. Jó vagy, Dominik. Dominik, ha lerugnálak, megszűnne minden problémám. Segítetek amúgy, vagy most ide álltok, mert nem akarok mindent én. Hadd élvezzem már a kiváltak. Ha már eddig cipeltem ezt a szart is, akkor te meg terítsed. Én is cipeltem. Amúgy szerintem fordítva terítsed. Én mindent csak elrontok, úgyhogy inkább... Ez nem egy rossz ötlet amúgy. És látod? A festék nem tört meg pedig össze. Wow. Csodálatos Budapest. Megvan az olyan? Ez hogy legyen? Hol legyen? Ezt hogy akarjuk? Egyszer nézzük meg, hogy mekkora ide szépen. Terítsd ki szépen. Oh. Amúgy ez... Rohadt jól fog kinézni lentről. Majdnem rástam. Beszéljünk egy kicsit az irodámba. Foglalj helyet. Mese szép. Gyere csak nyugodtan ide. Micsoda király kis díványod van, de várj már. De. Na. Ilyen már kiadás. Mi a problémád vele? Aha. Mi a baj ezzel? Király a könyvelés technikát, tesó. Ne szóld szét a pénzemet. Várj, bocs. Én régi módi vagyok, most nem tudok ezzel mit csinálni. Ezt tudod, hogy van online számlázás. És azt meg tudod, kézzel tudod fogni? Aha, ja, akkor pecsételj még ilyen. Igen, igen. Hát na jó, mindegy. Ez jó. Nem akarlak fiskálni. Na. Na. Én nem csak eladok, hanem egyben egy élményt is adok, és van, hogy segítek is nagyon sokszor így szóban is, meg ilyenek. Például most mindig állj, te most mindig erről beszélsz itt az üzletről, hogy élményt adsz. Igen. Például figyelj, van itt egy csavar. Egy metrikus D-fejű kereszthornyos csavar. Még nagyon sokan ezt se tudják, de ha hazamész, ezzel fogod összerakni a kanapédat, ezzel fogod egy olyan élményt kapni tőle, hogy ezt nem tudod. Tehát, hogy valamit összeraksz. Ami igen. Tartja a kanapémat, csavar. Nekem egy csavar az élményt ad. Aha. Igen. Jaj, mert hogy saját kézzel csináltad meg, és az sokkal büszkébb lenni, mint hogy megveszed egy boltból összerakva. Hú, ez a Broda menedzsmentben, ezzel nem tudom, mennyire megyünk el. Még nagyon sok ötletem van ezen kívül, szóval még nagyon sok mindent be tudok szállni. De béna vagy. Profizmus. Profi vagyok benne, tehát én egész életem. Szét fogod csinálni a menetet, erősebben nyomjad. Mert hogy? Nyomjad? Úgy. Jó, Tövi. Ketten kelletek egy csavarhoz. Figyelj, az a lényeg, hogy alá kéne berakni.
Ez hová fog kerülni? Ezt akarod begyorskötőzőzni? Karola! Hová fog ez? Ne idegesíts! Mi? Tehát úgy átfűzöd, és akkor ezt meg átdugod rajta. Egyből, ha egyből belerakom. Csak egyet nekem is. Húgus! Köszi! Mesteremberek vagytok, komolyan. Nálam kiégett egy körte. Valaki megcsinálja. Árukapcsolás. Nem tudom, hogy tudom, mit jelent. Ez fontos dolog, ez tény, ezt én is használom, igen. Igen, hogy ez egy kicsit csúnya, de úgy mégis nekik is jó, mert többet visznek állna. Adok egy csavart, és akkor hát ahhoz még kéne fa, úgyhogy mint neked mondtam már. Fogadjunk, hogy megfordult a fejedbe, hogy egy széket már össze akarsz rakni. Hát mondjuk egy asztal egyébként valóban eszembe jutott, de ez sokan van, nem fán, igen. Ott van a csavarom, csavarhúzó, mindent, amit szeretnél. Ja, hogy rásózol mindenkire. Hát csúnyán mondva, igen. Aha. És akkor ilyen valamikor bejönnek egy pár csavaré, csavarhúzó, és egy ilyen nagy dobozra mennek ki. De majd remélem, meg tudom mutatni neked. Ezt komolyan megkajálják ezt az egészet, amit mondtál? Nem látod? És ez csak egy kis töredéke annak, ami tényleg van. Milyen a lyuk érzéked? Hát alig találtam vele, basszus. Majd Karola elmondja. Fúj! Ez nem lehet benne. Ez kurvára nem akkor lehet már benne. Mindent értek, a kommenteket is. Most mondd el, hogy nem tudom. És te se tudod, hogy milyen az én kérdékem. Én kész vagyok, Csongi. Jó, mamáka. Rád várok. Folyamat, WC szagja. Ez hogy van? Miatt? Alatta csináltad meg, vagy felette? Ú, de fárasszál már. Felette csináltad? Add ide. Rálépek. Az komoly, ha a Dominikkel megtanítsa. De várjál, Domi... Add ide. De fordítva csináltad, nem? Add ide. Nagyon koncentrálsz, haver. Ja, nem mozogjál, mert az egyik szemem picit kancsa lett. Nem baj, egyik szemed sír, a másik nevet. Jó, még a táskákat is berajzoltad a szemed alá, nagyon tetszik. Olyan a hajad, mint a tészta lenne. Jack Sparrow. Jack Sparrow. Találkoztam Jack Sparrow-val. Rebecca meglátja. Remélem, ki fog akadni rá. Szép, a kis bajszod a legszebb egyébként. Most azokat a kis borostákat is rárajzoljam, vagy mennyire legyen élet? Menjen, ne legyen ilyen minimalista stílus, érted? Mm. Add meg a módját, hogyha már így. Kis pöttyüket. Jó, szerintem is. Úgy biztos engem akar? Persze. Haver, hát nézzük. Jó, már befejeztem szinte, de azért megkérdeztem. Szerintem tök jól néz ki. Meg vagy elégedve? Neked jó, szerinted? Hát te legyél meg elégedve. Hát jó, de azért egy külső szem is kell, tudod? Hát külső szemben én rajzoltam, azt mondom, hogy tökéletes. Igen? Uh-huh. Jó. Nagyon jó lesz így, mert amúgy kész van. Kicsit még, ne, kicsit még ott, hogy legyen részletesebb, meg Rebekát létszi, várjuk meg vele. Kíváncsi vagyok, hogy mit szól hozzá, de tényleg tök jó. Mennyire fáj? Darás csípéshez képest? Tényleg, pont annyira fáj, mint hogyha tűvel szúrkodnának. Hát most nagyon bölcs voltál, de tényleg. Nem lehet beájújtóra, gondolom. Tehát nem fog... De amúgy a vércukorszintet leesett. Hát ez tök jó. Na, vizek? Hoppá, kicsit megrázott az áram. Ja, jó van. Jó, szakértő emberre csináltatom itt a dolgokat. Megy? Aha. Aha. Élőben nem nagyon hallottam. Szia, kicsi, megjöttem. Szia. Szia, drágám. Itt van Dominik. Na, ezt várjuk most meg, Rebecca. Te Dominik? Hoppá. Szia. Hát, ti mit csináltok? A reggeli kis vitánk után, mivel meg szeretnéd csináltani az ordad, ez meg az én testem, én meg tetoválni szeretnék Dominik arcáról, ha jól sikerül, akkor ide egy Karola, ide egy Andreas. Kézzel. Állati jó lett, nagyon tetszik. Figyelj, aha, nagyon jó, leülök, és akkor ugye, csináljuk már csináljuk? Aha, várj, haver, várjál, én nem gondoltam amúgy ezt komolyan. Mert? Mert az egész egy ilyen mórese tanítás lett volna, mert egyáltalán nem szeretném, hogy megcsináltasd, de vitázni se szeretnék. És most őt akarod szivatni, vagy engem? Ja, mert Dominiknak el sem mondtam, hogy ez amúgy nem. Mondjuk legalább engem beavatottál volna. Jó, nem az engedtem az... volna azt, tesó, rajtam. Három órán keresztül rajzolom ezt a... Ez meg három hétig rajta marad, alkoholos a filc, ezt nagyon tetszik, kirakom Insta sztoriba, jó? De mire ennyire nyilvánvalót, hogy ez kamu vagy? Hát szerinted, kicsi? Akkor lehet, tudom, hogy nem csinálnád meg. Hát,
De itt a lényeg annyi, hogy én nem akarok veszekedni. Én se akarok veszekedni, és nem fogom megcsináltatni az orrom. Nem csináltatod meg? Nem csináltatom meg, hogyha te nem szeretnéd, majd hogyha megbeszéljük és együtt eldöntjük, akkor. Hát akkor nekem se lesz tetkom, szerintem. Mindenki boldog. Szegény. Jó van már. Kezd sok lenni, nem tudom. Hát figyeljetek, ez egyszerű, marketing. Félek. Gondoltam arra, láttam, hogy volt ott egy ilyen Brodapestes Molino az irodában. Sárga? A nagy az, az a nagy. Most mindenki jön ott, tehát ezt mi lássuk, kit érdekel? Mármint, hogy pont nem minket. Hát mit csináljuk vele? Arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha hát így a felrakjuk szépen oh, az épületre. Jé, ezt nem hiszem el. Hát, haver. Ez tőlem is lehet látni. Zseni. Nem. Hát ezt meg otthon Erdély anyáik is látják. Dunából mindenhonnan. Mi volt a deal? Ezt jaj, hogy intézted el? Ja, hát igen, kellett beszélni egyébként itt a tulajjal. Ajaj. Figyelj, nem vagy. Az a lényeg, hogy hát van 2-3 emelet, megkértek, hogy takarítsuk ki, és azt mondták, akkor miért? 2-3 emelet? Hát, hogy a lépcsőházakat, a liftet, az ilyesmi. Ez 15 emelet egy ilyen. Ez 15 emeletes hal. Nem a száma lényeg. Két emeletet kell kitakarítani azért, hogy nem az a száma lényeg. Az egészet szépen. De neked, vagy így? Hát, hogy mi? De hát az pár másodperc kész van. A 15 emelet pár másodperc. De ott lesz egész életünk, mert nem az a lényeg. Szeretem a megoldásaidat egyébként. Szeretem egyébként, mindig van valami, elintézek egy cápat, és ott egy kecske. Na jó, de nagyon vagány. Most kitakarítjuk és kész, hát tényleg nincs olyan sok emelet. Hát mi lesz, kitakarítjuk oda a fiatalságom, haver. Csak a listát, meg az ilyesmi. Jó, tetszik egyébként, takarítsuk. Na jó, nem csináljuk, ez ilyen csomós megoldás, de csináljuk. Jó, szuper. Foglalt a kamerád? Mi? Van barátja? Van egy otthon amúgy, kettő. Nem már. Tényleg van. Na jó, akkor szia. Na, tehetek ki sztorit? Sziasztok! Nézd! Nem áll, az jobb kamera, ez meg egy szar. We are the world! We are the world!